Ez a váz, és a vázat újrahasznosított polisztirol darálékkal töltjük fel. És ez a polisztirol darálék, ez hulladékból ledarált, újrahasznosított anyag. Így néz ki tehát a Dombóvári cég egyik innovatív terméke, a lábazati hőhíd megszakító elem. Másik újonnan kifejlesztett termékük az ekodoboz. Mindkét forradalmasított árucikk, az épületek megfelelő hőháztartásáért felelnek majd a jövőben. A polisztirol remek hőszigetelő tulajdonsággal bíró, de veszélyes hulladéknak számító anyag. Ennek ellenére a legtöbb elektronikai eszköznek és háztartási készüléknek a csomagolásában megtalálható. Juhász Zoltán, a projekt menedzsere elmondta, szerettek volna valami környezetkímélő, mégis hasznos megoldást találni a hulladék kezelésére. Egy polisztirol gyártó, újrahasznosító és gyártó üzem fog létesülni ezen a területen, 800 négyzetméter alapterületen, a már meglévő csarnokok bővítményeként építjük fel, és a beérkező polisztirol hulladékot dolgozzuk fel, daráljuk le ebbe az üzemben, és némi új anyag hozzáadásával tömböket habosítunk, majd táblákat állítunk elő habosított tömbből. A cég egy pályázaton vett részt, melynek a segítségével megvalósíthatják a beruházást. Az üzem létrehozása több mint 400 millió forintba kerül majd. Pintér Szilárd, a város polgármestere elmondta, ez a Dombóvári Ipari Park fejlesztésének első lépése lehet. Nem hiszem, hogy az elmúlt ilyen évtizedben volt hasonló esemény, hogy egy innovatív termék előállításához pályázati forrásból nyertek pénzt, és tudnak építeni egy üzemet, ahol ezt tudják gyártani. Ezen túlmenően az, hogy munkahely is teremtődik, és 10 főt meghaladóan, azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos Dombóvár életében. Az üzem építése a tervek szerint még 2021-ben elindul, és 2 éven belül el is kezdődhet a környezettudatos termékek gyártása. De a poliészter hulladékok már most is leadhatók a cég telephelyén.